Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén Székesfehérvár megyei jogúváros közgyűlése a hagyományoknak megfelelően kiosztotta azokat az elismeréseket, méltó helyre kerültek egyébként, amelyeket általában ilyenkor szokás, tehát díszpolgári címeket, tiszteletbeli polgári címeket adományozott, illetve pro civitate díj elismeréseket adományozott. Vendégem dr. Gúzeó András főorvos úr, kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, ideggyógyász, pszichiáter, neurológus, aki pro civitate elismerést vetett át, ezúton is gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon fontos, hogy ki miként választott hivatást, hiszen amikor az 50-es évek elejét írjuk, egy egészen furcsa világban élt, aki akkor volt tinédzser, fiatal felnőtt, és amikor hivatást választott, akkor ugye nagyon is jól tudjuk ezt ismétlenül magam, hogy rendkívül nehéz volt egy-egy egyetemre bekerülni, egészen kiválónak kellett lenni. Önt viszont egyenes út vezette Pécsre. Igen, az általános iskoláimat vidéken egy Bács megyei faluban kezdtem, ahonnan ötödikes koromban átköltöztünk édesapám hivatásából adódóan Kaposvárra, és az általánost ott fejeztem be, majd a gimnáziumot is ott végeztem el. Az, hogy én az orvosi szakma felé irányultam, az már talán 2 éves koromban eldőlt. Sőt, születésemkor eldőlt. Mert apám azt mondta, hogy ennek a gyereknek orvosnak kell lennie, mert volt beteg a családban, és e körül rengeteg gond volt, és megtapasztalta azt, hogy mit jelent az, hogy elmegyek egy orvoshoz, az mond egy véleményt, és nem biztos, hogy az a jó. Bizalmatlan ember volt, még a jó barát orvosokkal szemben is, és akkor elvitte a beteget egy másik orvoshoz, és a csodák csodájára az teljesen mást mondott. Akkor most melyiket kövessem? Melyik irányt kövessem? Akkor elvitte egy harmadik orvoshoz, és hogyha volt 2 hasonló vagy egymást fedő vélemény, akkor azt fogadta el. És ezekből az apró belső konfliktusokból adódott az után az, hogy eldöntötte, hogy jó lenne, ha ebbe a családban lenne egy igazán orvosi szakmához értő valaki. Nagyon jól tette, hogy és mondott egy közbevetés, bocsásson meg, hiszen 2013-ban köszönthettük édesapját, Gúzeó Andort a 100. születésnapján. Sajnos ugye 2014 óta már nincs köztünk, de ez a történet is jellemzi, hogy micsoda kiváló embert ismerhettünk meg személyében. Igen, egy legendás hírű tanár volt, aki merte választani a kihívásokat, és ezt én is követtem tulajdonképpen, mert elég sok kihívás adódott az életemben. Amikor ő végzett az egyetemen, édesanyja egyedül nevelte föl, mert édesapját 12 éves korában hirtelen elvesztette, és hát nagy szegénységben nőtt fel. És amikor elvégezte az egyetemet, akkor az egyetem vezetője azt a kérdést tette föl, hogy hová szeretne menni dolgozni. Elmegy egy nagyvárosba, és beáll egy jó nevű iskolába utolsó embernek, mint legfiatalabb, vagy pedig elmegy egy vadidegen területre, ahol egy új dolgot kell megalapítani, és vállalja ezt a kiküldetést. És vállalta. És így került ő az ország déli részére, ahol létrehozott egy mezőgazdasági középiskolát, amelyik azután az ország egyik vezető iskolája lett, és ebben az iskolában volt ő tanár, utána folytatta különböző helyeken, végül Kaposvárra került, szintén élelmiszeriparon belül, és az ottani iskolának is egyik megalapítója volt. Én a biológiai érdeklődésemet a szülőfalvamban tanultam, állatokkal,
növényekkel közeli ismerettségbe kerülve, hiszen első éves iskolás voltam, amikor a tanítás úgy kezdődött, mint a mai nap, hogy másnap mentünk gyapotot szedni. És az egész iskola kivonult, és szedtük a gyapotot. Hát ilyen egészen picike volt, nagyon kis gubók, alig nyíltak ki, úgyhogy a kezünket összeszúrkodta minden, de szedtük a gyapotot, mert ez volt a kötelező. Aztán utána nagyapám, aki gazdálkodó ember volt, és a maradék területen, amit a szocializmus meghagyott a számára, hát mindennel kellett foglalkozni, hogy egyáltalán életbe tudjon maradni. Ott volt majorána termesztéstől kezdve dohánytermesztésig, a hagyományos növényeken túlmenően minden. Úgyhogy ezekben én szépen beletanultam, láttam, sőt, dinnyecsőszként szolgáltam akkor, amikor általános iskola vége felé nyári időben hazamentem, és szükség volt arra, hogy vigyázzanak a földre, és akkor kaptam egy szárkunyhót, és abba vittem egy könyvet magamnak, behasaltam, és ott olvastam, és őriztem a dinnyéket, és hajtottam a dinnyetolvajokat. Na jó, ez volt a fiatalság és a biológiával való kapcsolat, a természettel való kapcsolat. Aztán középiskolás soromban is a biológia szakkörön belül dolgoztunk, és édesapám az iskolából tudott nekem hozni egy használaton kívüli mikroszkópot, és otthon, amit lehetett, megnéztem. Békákra vadásztunk, kis halakat fogtunk, és azokat megnéztük, amit lehetett belőlük mikroszkópon keresztül, tehát ismerkedtem az élővilággal. Aztán eljött az egyetem, ami nem volt egy könnyű játék, mivel értelmiségi származású voltam, és nagyszülők révén még bélyeget is kaptam, ezért ugyancsak le kellett tenni az asztalra a tanulmányi eredményeket, hogy az ember előrébb juthasson az egyetemen. Szerencsés voltam, mert mindjárt az első menetbe sikerült bejutnom, és úgy döntöttem, hogy a biofizikai intézetbe elmegyek tudományos kutatómunkát végezni, és ott ismerkedtem meg tulajdonképpen a kutatás módszereivel, további mikroszkópokkal, vizsgálatokkal, állatok operálásával, és a szisztémás rendszeres munkával. Igen, ez nagyon fontos időszak volt mindenképpen, hiszen ugye 1965-ben lett általános orvos, és utána döntenie kellett értelemszerűen, mint kiváló eredménnyel végzett orvos, hogy milyen szakirányt választ. Ez már eldöntődött a harmadéves koromban, mert az első-második évben a biofizikai intézetben dolgoztam, és aztán harmadéves voltam, amikor egyik belgyógyászat tanárom, aki az albéleti lakásom szomszédságában lakott, meghívott többször magához esténként beszélgetni, és felajánlotta nekem Pavlov összes munkáit, ami neki megvolt a könyvtárában, és én elolvastam, és óriási érdeklődés váltott ki bennem, és úgy döntöttem, hogy én a biofizikai vizsgálatok helyett inkább az ideggyógyászatot választanám. És tehát akkor neurológus lett. És egy mély lélegzetvétellel elmentem az ideggyógyászati klinikára, annak a professzorát megkeresve, aki egy nagyon-nagyon kemény ember volt, nagyon nagy tekintélyű kemény ember volt, és úgy féltettek, hogy vigyázz, mert leharapja a fejedet. Nem harapta le, nagy örömmel üdvözölt, és beosztott a szövettani laboratóriumba, és tulajdonképpen az egyetemi éveim alatt ott dolgoztam, szabadidőmet ott töltöttem a szövettani laborba, az idegrendszer szöveti szerkezetének a vizsgálatával, a különböző betegségek elváltozásainak a vizsgálatával, tehát ott ismerkedtem meg azután az alapos klinikai és ideg szerkezeti, szöveti szerkezeti dolgokkal. Tehát erre épült, a megismert tudásanyagra épült a később a pszichiátriai szakvizsgája? Erre vagy is. Vagy ezt kiegészíte erre is? A klinika az speciális hely volt Magyarországon, ahol a 3-4 szakma együtt volt tulajdonképpen. Az ideggyógyászat mellett ott volt a pszichiátria, ott volt az idegsebészet, és ott volt az idegkorszövettan.
Én kezdettől fogva a korszövetlen laboratóriumban dolgoztam, és nagyon szerettem ezt a munkát. Aztán ideggyógyászaton, pszichiátrián és idegsebészeten is besegítettünk. Amikor ügyelet volt, akkor az egész házat egyszerre ügyeltük. Tehát hoztak idegsebészeti eseteket, motorbalesetet, aki eszméletét vesztette, és azt meg kellett vizsgálni, röntgenezni, és akkor nem volt behívható röntgenasszisztens, mi magunk álltunk be és csináltunk meg a röntgenképeket, előhívtuk, megnéztük, mondtuk, hogy mi a probléma, behívtuk a megfelelő sebészt, és az megoldotta a dolgokat. Ha kellett, akkor mi beültünk az altató helyére, és akkor segítettünk az altatásban. Ha pszichiátriára hoztak beteget, akkor azt láttuk el, ha ideggyógyászatra hoztak beteget, azt láttuk el, tehát mindent megtanultunk. Először természetesen az ideggyógyászati szakvizsgát tettem le, aztán amikor azt befejeztem sikerrel, akkor utána a pszichiátriából is megtettem ugyanezt, és a későbbiekben idegkorszövettamból is, és idegsebészet az egy picit távol áll tőlem, mert a magasabb testalkatom nem predesztinált arra, hogy a műtőasztal mellett sokat hajoljak, hosszú ideig görnyedezzek, és ezért inkább távol maradtam tőle. Viszont sokat segítettem nekik abban, hogy a kivett agyszövet mintákból azonnal szövettani metszeteket készítettünk, és akkor professzor úrnak prezentáltuk. És emellett pedig folyamatosan publikált. És ez viszont kapcsolódik már is, ugye 1979-ben lett a Szent György Kórház orvosa. Ez már azt hiszem, hogy az a pillanat volt, amikor megváltozott egyrészt a Szent György Kórház, legalábbis az orvos ismerőseim, barátaim és általam tisztelt főorvosok azt mondják, hogy ez egy legendás időszak volt. Egy csomó új olyan főorvos, aki újat akart, természetesen az orvostudományon belül, amennyire ez megengedi, és létrehozták az egyik legjobb vidéki kórházat, valljuk meg, hiszen egy veretes névsort sorolhatnék fel, nem teszem meg, de ön is a közéjük tartozik természetesen. Mi újat hozott a kórház? Hiszen a kutatómunkát nyilván folytatnia kellett, ahogy az imént említettem, publikált, méghozzá folyamatosan, ugye talán 1971-ben jelent meg az első publikációja, ha jól emlékszem. Igen. És utána pedig folyamatosan, majd erre rátérünk később, hiszen egy fantasztikus névsor ez. Most tehát 1979-et írunk. Milyen reményekkel, gondolatokkal fogadta el a főorvosi kinevezését? Nagy reményekkel indultam. Egy nagy lehetőséget kaptam, mert amikor a klinikai munkámat befejeztem, akkor az egész családommal együtt meghívást kaptam Kanadába, ahol a családnak rokonai éltek, és 6 hetet tölthettem kint Kanadában. Óriási volt a nyomás, hogy a család kint lévő tagjai részéről, hogy maradjunk kint, hát itt van minden gyereked, minden megvan, segítünk mindenbe. És én akkor már a kandidatúrámmal készen voltam, védésre elő volt készítve, és kint azért körülnéztem. Elmentem 2 hétig a torontói Sick Children's Hospitalbe, és minden nap bejártam, részt vettem a viziteken, ott egy magyar származású vezető volt a Saskorcsák Bandi bácsi, aki aztán később a Pécsi Gyermekklinikáról oda került valaki, aki szintén évtizedeket töltött ott tanszékvezetékként, és kicsit körülnéztem, hogy mi is várna rám, ha én kint maradnék, és aztán végül is úgy döntöttem, hogy nem teszem meg, maradok, és a tudásomat a magyar embereknek a szolgálatába állítom, inkább, mint hogy kint előről kezdjem az egyetemet, a vizsgák letételét, a kandidatúrámat semmibe veszik, mert nem kint végeztem, és a többi. Tehát inkább maradtam itthon, és elfoglaltam a Székesfehérváron elnyert állást, ami egy óriási változás volt. Igen, egy kicsit Bolyai János, ahogy édesapjánál is szerettem volna megjegyezni, hogy egy újat kezdett, egy teljesen más helyen, új helyszínen, új emberek között, viszont birtokában volt annak a szakmai tudásnak, amivel ezt megcsinálta. Bolyai János mondta, hogy a semmiből egy új, másik világot teremtettem. Egy kicsit önök is így volt vele, apa. Igen, én ezt úgy szoktam egy korábbi előadásom során,
amíg a kórházban úgy adtam elő, hogy tulajdonképpen sivatagba jöttem homokpusztára drága köveket keresni. És rengeteg drága követ találtam. Erre csináltam is egy képet, mert szeretem az ásványokat és a szépséget, és akkor elég szép gyűjteményem van. Azzal kimentem a város szélére egy olyan kereskedőhöz, aki homokot árult, és a homokba szépen elhelyeztem ezeket a drága köveket, és különböző síkba lefotóztam, és akkor az előadásomba demonstrációként ezt vetítettem be, hogy ime azok a gyöngyök, amiket a homokban találtam. Fantasztikus volt. Az irányultságom az megvolt, mert a klinika megadta, mert a főnököm az utolsó 10 évben Pálffy professzor volt, akinél én tulajdonképpen kezdtem annak idején, mint kezdőorvos, vidékre kerültem, és nem a klinikára, egy évet Kaposváron dolgoztam, és Pálffy professzornál kezdtem, és utána ő lett a klinika igazgatója, és az együttműködés az megmaradt, és az érdeklődés is. Ő a szklerózis multiplexnek volt a kiemelkedő kutatója Magyarországon, és hát egy rám ragadt a szklerózis multiplex, és itt is ezzel kezdtem tulajdonképpen. Ez lett volna a következő kérdésem. És az volt az első dolgom, hogy lementem a bányába. Az alaksorba, a kórrajzraktárba. Az egérrákta kórrajzokat, az összeset, ami az idegosztály történetében keletkezett kórrajz, az összeset átnéztem, és ahol ez a diagnózis szerepelt, félre raktam őket először, és utána mindegyiket átlapoztam, átnéztem, a betegeket megkerestem, felkerestem, és beazonosítottam, hogy tényleg arról van szó, vagy nem. És így összegyűlt egy elég tisztességes anyaga az elmúlt 20 év működéséből, és aztán ezt szaporítottuk az újonnan született diagnózisokkal, és hogy ezt a nagy anyagot kezelni lehessen, először elkezdtük valami az akkor hagyományos módszerekkel ezt regisztrálni, és ez a lyukkártyás módszer volt. Úgyhogy még talán vannak, akik emlékeznek rá, gyűrődtebb homlokok még emlékezhetnek rá, hogy egy Aperné 5-ös kartonlap, és a szélén lyukak voltak, amit be kellett vágni, hogyha arra a lyukra egy meghatározott tünetet, vagy valamilyen problémát jelöltünk be, és utána az egész kártyasort, amikor egy adatbázis megvolt, akkor tűvel átszúrtunk a lukon, megemeltük, és ahol luk volt, ahol be volt vágva a luk, az kipotyogott, és akkor onnan tudtuk, hogy hány ilyen tünet van, hány olyan tünet van, és a többi. Tehát ez a lyukkártyás módszer, ezzel kezdtük. Aztán a technikai érdeklődésem, mivel a szövettan az eléggé technikai orientált szakma, technikai érdeklődésem vezetett oda, hogy elég hamar a számítógépekkel sikerült megismerkednem, és akkor ezt az egész anyagot átvittük számítógépre, és ez óriási könnyebbséget jelentett már. Egy dolgot hadd kérjek meg, hogy ugye az SM-ről beszélünk, és fogunk is beszélni róla, de határozzuk meg a köznapi nyelvezetnek megfelelően ezt a betegséget, mert hogy sokat beszélünk róla, gyakorta megfordul, tudjuk is nagyjából. Ez a szklerózis multiplex név az onnan jön, hogy az idegrendszerben sokgócú fehérállományi károsodás van, amelyik az idők folyamán megkeményedik. Ha az agyra rámetszünk, és a friss metszeten megtapintjuk azokat a területeket finoman újbeggyel, ahol a gyulladásos elváltozások kialakultak, azok keményebb tapintatók a környező velőállományhoz képest, és ezért hívják sokgócú keményedésnek. Ez egy gyulladásos folyamatnak az eredménye. Ezzel a gyulladással foglalkoztunk éjjel-nappal, és kerestük, hogy miért, hogyan, meddig. Amikor én a szakmát kezdtem, akkor az a fogalom, hogy autoimmunitás még nem létezett. Az immunrendszer még gyermekcipőkben járt, és kezdő orvos voltam, amikor egyik Nobel-díjat kapták a másik után az immunológusok.
És akkora fejlődésnek indult az immunológia, hogy az hihetetlen. És én, mint klinikus, követtem ezt a fejlődést, anélkül, hogy meg lett volna a szakképesítésem, csak privát érdeklődésből, és egy csomó olyan módszert alkalmaztam, és vettem be a klinikai gyakorlatba, amit a kutatók használtak állatkísérleteknél, így többek között a szklerózis multiplexben nagyon lényeges az, hogy az agyvízben megjelenek azok a sejtek, amelyek az idegrendszeren belül a gyulladást létrehozzák. Ezeket mi kihalásszuk, akkor amikor agyvizet veszünk, az agyvízből ki tudjuk halászni ezeket a sejteket, és mikroszkóppal vizsgálni tudjuk őket. És erre a vizsgálati metódusokban hoztam újat. Elsőnek alkalmaztam a világon, hogy birka vörös vértesteket tapasztunk a bizonyos limfocitáknak, immunsejteknek a felszínén, amelyek az agyvízben keringenek, és ezzel meghatározhatjuk a típusukat. Aztán ugyanebből csináltam elektromikroszkópos. Csináltam háromdimenziós elektromikroszkópos felvételeket, megint csak a világon elsőnek háromdimenziós felvétel az agyvíz sejtjeiről. Ezzel aztán csináltam is egy kis vihart, mert elmentem egy rostoki kongresszusra előadni, és Rostokban élt a likvor sejtekkel foglalkozó orvos, aki a likvor citológiának, ennek a szakmának a pápája volt, a föltalálója és a legnevesebb művelője, és ebben a városban adtam elő a háromdimenziós dolgokról, és az egészen új következtetéseket hoztam elő, amik nagyon-nagyon nem tetszettek a professzornak, ez úgy megharagudott rám, hogy 10 évig még a köszönésemet sem fogadta, amikor kongresszusokon találkoztunk, de aztán a végén megszelídült és beláttam. Ezekkel a módszerekkel, illetve a kutatási eredményeivel bejárta a világot. 35 ország, 4 föld részén ismerkedhettek meg vele. Mi volt igazából mégis a hozadéka itthon? Átvették-e ezt a módszert, és követték-e önt? Gondolok itt elsősorban arra, hogy az ifjú orvos nemzedék figyelte arra, hogy lám-lám, ez a betegség így és így felismerhető és javítható adott esetben. Hogyne. Itt nálunk kialakult egy egész szép csapat, akiket én verbúváltam össze, akik a szklerózis multiplex betegséggel a megfelelő területen, a saját megyéjükben, saját kórházukban, klinikájukon foglalkoztak, és kutatás szinten. És ezekkel az emberekkel rendszeres összejöveteleink voltak, és ott továbbképzések mentek, és ezeket a technikákat elsajátították. Elsajátították azokat a vizsgálati módszereket, amelyek ma már mindennapi gyakorlatban szerepelnek, de akkor még Fehérvár volt az egyetlen vidéki kórház a pécsi klinika után, ahol ezeket a klinikai módszereket alkalmazták. Még a Budapest Orvostudományi Egyetemen sem alkalmazták akkor. És egy csomó hasonló jellegű dolog volt. Itt volt az első fejfájás ambulancia a budapesti klinika után vidéken. Ez volt a második az országban. És egy csomó olyan dolgot tudtam alkalmazni itt a kórházban, amit másonnan a kongresszusokon láttam, hallottam, tanultam, ismerettség révén meghívtam az előadókat, különböző országok professzorai fordultak meg az osztályunkon, kórházunkban tartottak előadást. Tehát remek eredmények születtek. Egy másik, önt idézem, napjaink gyilkos járvány, a stressz. A 21. század pesti sem mondja ön. A stressz, mint pánikbetegség, alvás, szorongás, és így tovább nem sorolom. Erről beszélgessünk egy kicsit, hiszen ha nem is ástam bele magam, de azért megnéztem néhány előadását, a gondolat hatalma. Lenyűgöző volt, el kell, hogy mondjam. Nyilvánvaló, hogy azt mondom, hogy tehát más fejjel szemléli az ember fia, akinek nem ez a hivatása, de azért rendkívül sok érdekes adalék szolgált annak megismerésére, hogy mi is tulajdonképpen a stressz, és mit jelent a gondolatteremtő ereje. Beszéljünk erről. Ez nagyon érdekes volt. Az egésznek a folyamata úgy jött létre, hogy
Vizsgáltam az SM, a szklerózis multiplexes betegeket. Nem tudtam megérteni azt, hogy miért van az, hogy egyik beteg ilyen gyorsan szánkózik lefelé a lejtőn, és a legjobb tudásommal nem tudom megakadályozni, míg a másik beteg meg mosolyogva 20 év, 25, 30 év betegségtartam után nincsenek problémái, jól van, és lazán veszi a dolgokat. És kidolgoztam egy módszert arra, hogy ezeket az eseteket össze tudjam hasonlítani. Egy idővonalra az életét felraktam a betegnek, és a betegségének az állomásait. És körülnéztem, hogy a rosszabbodások alkalmával mi történt vele. És kiderült, hogy amikor rosszabbodása van, akkor mindig valami stressz van a háttérben. És ekkor jött az, hogy ha én segíteni akarok ezeknek az embereknek, akkor meg kell tanítanom nekik a betegségüket, hogy mi ez, mitől lesz rosszabbul, és hogyha igazán segíteni akarok, akkor a legfőbb rontó tényezőtől, a stressztől kell megszabadítanom őket. És akkor kidolgoztam egy tanfolyam rendszert, egyet a betegség ismertetésére, úgy, hogy a tudomány legújabb, legmodernebb kutatási eredményei benne legyenek, de úgy előadva, hogy azt a Mari néni a piacról, hogyha belép, megértse. És ha igazán segíteni akarok nekik, akkor a stressztől kell megszabadítanom, és akkor kidolgoztam egy másik tanfolyamot arra, hogy a stresszel mit tudunk csinálni, mi a stressz, hogyan hat a szervezetre, milyen elváltozások jönnek létre a stressz hatására a szervezetbe, hogyan reagálunk rá, hogyan tudjuk megelőzni, hogyan tudjuk kivédeni, és hogyan tudunk stresszmentesen élni. Ezt a tanfolyamot úgy terveztem, ez két egész napos tanfolyam volt, és meghívtam a betegeket rá, jöttek is, és akik részt vettek az első tanfolyamon, azok kaptak egy 20 oldalas kérdőívet, töltsék ki. Nagyon sokan kitöltötték, több mint 200-an. Egy másik alkalommal részt vettek a stresszkontroll tanfolyamon, az 3 hónappal később volt, akkor is kaptak egyet, azt is töltsék ki. Majd 1 év múlva és 2 év múlva újra kitöltettem velük ezt a lapot, és akkor ebből gyönyörű szépen lehetett követni, hogy hogyan alakult az állapotuk. Javult nyilvánvalóan. Leesett az állam. Mert olyan javulást észleltem, amit semmilyen addig ismert, legmodernebb gyógyszerrel nem tudtunk elérni. Már az a szerencsés helyzet állt elő időközben, hogy sorba születtek azok a gyógyszerek, amelyekkel a szklerózis multiplexben jelentős eredményt tudtunk elérni a betegség lassításában. De 63%-ot egyik gyógyszer sem tudott felmutatni. Márpedig ez a két tanfolyam, ez a kétszer egynapos tanfolyam 2 év múlva összevetve a tanfolyam előtti 2 évvel a betegeknek a betegség aktivitását és az életét, 63%-os javulást hozott. Ez szenzációs eredmény mindenképpen, főleg ha még hozzátesszük, hogy ennek van utóélete. Szintén beleolvastam az ön honlapjába a feltett kérdésekbe és az arra adott válaszokba. Tehát megerősíthetem, hogy igen, tehát nem... Azt mondom, hogy nem orvosi szaknyelven válaszol, hanem nagyon is valóságos a felvetésekre adott válasz, amit mindenki megért. Ugyanakkor továbbra is tartja, hiszen ez a, talán a köveztőzünk, hogy az önpusztítás eszköz nem egyszerűen önpusztító életet élünk. Nincs lelki regeneráció, mondja ön, és hát a játékosan mondom, amikor a 8 óra munka, 8 óra, igen, tehát a nagy Feró dala sem igaz ma már. Igen. Mi ennek a története? Mit jelent ez, hogy lelki regeneráció az ön olvasatában? Miért élünk mi önpusztító életet? Hiszen ma már gyakorlatilag ez teljesen természetes, hogy olyan, hogy 8 óra munka, olyan nincsen. Egyetlen egy hivatásban sem. Különösen nem az orvosi hivatásban. Az orvosi hivatásban sem. És... A legmegdöbbentőbb az volt, amikor így a stresszkutatás keretein belül megvizsgáltam a kórházi dolgozóknak a sorsát és az életét és a betegségeiket.
Megnéztem azokat a kollégákat, akikkel együtt kezdtem dolgozni itt Fehérváron. És megnéztem, hogy mi lett a sorsuk. 94 kollégával dolgoztam együtt osztályvezetői szinten. Ez alatt a 25 év alatt, amíg aktív voltam a kórháznál, osztályvezetőként, most is aktív vagyok, de nem osztályvezetőként. És a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a betegeknek, illetve a kollégáimnak a 90%-a rákban halt meg. Ez egy olyan adat, ami párját ritkította, mert az átlag populációban 23-24%-os a rákhalálozás. Osztályvezető főorvosok körében ilyen magas. Ezt nem akartam elhinni. És egyszer egy ilyen barát, kisebb baráti körben tartottam erről egy előadást, és ott egy volt tanítványom jelentkezik, hogy te öreg, hát a mi kórházunkban is teljesen hasonlóan néz ez a dolog ki. Mondom, nem néznéd már meg egy kicsit tüzetesebben? Megnézte, 80%-ot hozott ki. Hihetetlen. Nem akartam még mindig hinni. Lehetőséget kaptam abban a kórházban, ahol kezdtem, arra, hogy 60 évre visszamenőleg megnézzem a kollégáknak a sorsát, és még megdöbbentőbb eredmény jött. 20 éves időszakokra bontottam. 1950 és 70 között volt főorvosok halálozásában 25% volt a rák. A 70 és 90 között volt főorvosok között 50% volt a rák. És a 90 és 2010 között volt főorvosok között, akik meghaltak, 100%-ban rákba haltak meg. Ezt hozta a rendszerváltás? A megváltozott A megváltozott körülmények. A megváltozott körülmények és azok a feltételek és azok a követelmények, amelyet az egészségügyi állít elénk. Tehát nincs megállás. Itt vannak a modern technikai lehetőségeink. Ugye a mobiltelefon a zsebemben van, és praktikusan 7/24 órás szolgálatban vagyok. Tehát, mint osztályvezető, bármikor hívhatnak, mert hogyha éppen egy rezidens ügyel, vagy egy fiatal szakorvos ügyel is annak problémája van, kinek szóljon először, mint a főnökének. És akkor a főnökének fogni kell magát, és be kell menni. Tehát állandó szolgálat. A másik dolog az, hogy ha valaki kórházba kerül, az nem saját akaratából, és jóvoltából, és elhatározásából kerül be, hanem valami tragédia körülményeként. És ezt a tragédiát nekünk át kell élni. Ezt látjuk, fölvesszük, és akaratlanul is visszük magunkkal. Mert még másnap is bennünk van. Nem kell messze menni. Tegnap előtt a rendelésemen az utolsó betegemmel másfél órát foglalkoztam, és nagyon-nagyon kemény vitám volt. Érthetetlenek voltak az emberek a problémával kapcsolatban. És kirohantak és elmentek, nem is bántam, mert éppen elég volt, de a mai napig nem tudok még rendre térni fölötte. Tehát mai napig is bennem dolgozik, és ez stressz. És a stresszkutatások során tanultam meg azt, hogy az nem az a stressz, amikor elüt a bicikli, vagy elesek és beütöm az oldalamat, hanem az a stressz, az a mikrostressz, ami naponta százszor ér, amikor valamire gondolok, ami nem biztos, hogy jó nekem, vagy idegesítő, ha rágondolok, a szervezetem automatikusan beindítja a stresszreakciót, emeli a vérnyomás emelőket, az adrenalinomat, és így tovább, és a sok kevés adrenalin az szépen lassan idáig fog érni, és hogyha eddig ér bennem az adrenalin, akkor megfájdul a fejem, rosszul érzem magam, a vérnyomásom a plafonon van, rohanok az orvoshoz, és hát mindennapi gyakorlat. Bepörgetem magam, ettől a vérnyomásom magas lesz, egyébként normális a vérnyomásom, csak amiatt bepörgetem magam, fölemelkedik a vérnyomásom, azonnal rosszul érzem magam, be a sürgőségére, ó, hát magának magas a vérnyomása, itt van, szedjen vérnyomáscsökkentőt, és akkor szedi a vérnyomáscsökkentőt rendszeresen, másnap már lemegy a normál vérnyomásra, szedi a vérnyomáscsökkentőt, az meg leviszi a messze a normál szint alá, akkor meg azért van rosszul, megy vissza a sürgőségére.
Tehát azok az apró mikrostresszek, ezek, amik tönkretesznek bennünket. Tehát ez a tipikus circulus vitiosus. Így van, én mókuskeréknek nevezem, mert belekerül, egyre gyorsabban pörög, és én egyre jobban szédülök, és egyre kevésbé tudok kiszállni. És itt jön azután az a következő lépés, a gondolathatalma, ami a stressz után következett nálam, tanfolyam szinten is. A stresszkontroll tanfolyamaimban egy órás előadást szenteltem a gondolatnak, hogy milyen szerepet játszik a gondolatunk a stresszben. És egyre izgalmasabb dolgok kerültek napvilágra előttem, és a végén annyi olyan dolog született, új dolog született, azt mondtam, hogy ebben egy új tanfolyamot kell csinálni, és ekkor született a gondolathatalma, és bővítettem ki azt az egyórás anyagot egy 6x1 órás, 8x1 órás anyagra, amiből aztán később megírtam a könyvemet is, ami nagyon nagy segítség azoknak, akik pánikbetegek, mert a stresszkontrollban a pánikról beszélek, megismerik a hátteret, és hogyha nem pörgetik be magukat, hanem elfogadják az egészet, hogy jó, hát tudom, ez van, majd elmúlik, nyugi, nem izgatom magam, már is nyertek, és nem emelkedik az adrenalin szintjük ilyen magasra. És aztán azokat az egyszerű módszereket, amiket ilyenkor alkalmazni lehet azért, hogy a stresszemet ne vigyem a plafonig, hanem nyugodtan le tudjam kezelni az egészet, ne menjen a vérnyomásom fel, az adrenalin szintem se menjen, mindig egészen más lesz a hangulatom, a közérzetem. Ugyanakkor. Nem szólva arról, hogy az immunrendszerem is másként működik, mert a stressz elnyomja az immunrendszert. És ez az oka annak, hogy az osztályvezető főorvosok rákban halnak meg, mert állandó stresszben vannak, állandó immunelnyomásban vannak, és ennek lesz a következménye. Ha nincs itthon a macska, cincognak az egerek. És ne legyenek illúzióink, ez hosszú idő, mire ezt megértjük, és e szerint fogunk tudni élni. Ez nyilvánvaló, és ez elsősorban nem rajtunk múlik, tehát ez a felgyorsult világ egyszerűen nem engedi, vagy éppenséggel mi nem engedjük meg önmagunknak. Nagyon sokat tanultunk öntől, sajnos a műsoridőnk véget ért. Én azt hiszem, ezt napestig folytathatnánk, viszont a nézők figyelmét is felhívom arra, hogy az előadásait látogassák, hiszen azt gondolom, hogy megéri, hiszen köznapi nyelvben is meghatározhatóan olyan pontos dolgokat tudhatunk meg önmagunkról, ami javunkra válik a hétköznapokon is, hogy lehessenek ünnepeink. Igen. Azért. Nagyon sok előadásom fönt van a honlapomon, letölthetők ingyen, megnézhetők, videók is, és hanganyagom is, rengeteg van fönt. Az egész stressz környékét végigbeszéltük, most éppen az autoimmunitás van előtérben, mint fő téma, és sorba jönnek az autoimmunitással kapcsolatos beszélgetéseim, rádióbeszélgetéseim a Lánchíd Rádióban, és érdemes meghallgatni őket, mert... Nagyon fontos információkat adnak. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket, és még egyszer minden székesfehérvári beteg és nem beteg polgár nevében gratulálok az elismeréshez. Köszönöm, hogy nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem dr. Rúzeó András, ideggyógyász, neurológus, pszichiáter volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!